Szolgáltatásokat nyújtó háromszintes 930 négyzetméteres létesítmény hiánypótló beruházás itt a térségben, hisz kedvezőtlen időjárási körülmények között is több korosztály számára kínál program lehetőségeket, majd sokszínű szolgáltatásai révén a családok, baráti társaságok, koncertszerelmesei, kerékpárosok, vízitúrázók számára egyaránt vonzó programokat fog kínálni, de céges és szakmai csoportok így, hogy megtalálják majd a számításokat. Még egyszer köszönjük szépen a helyszínt elnök úrnak. És tisztelettel szeretném felkérni Jakab István alelnök urat, elnök urat köszöntőinek megtartására. Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek. Mindenről tudtam, csak erről az egyről nem, hogy én most köszöntőt mondok, de minden esetre nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönöm azért, mert úgy érzem, hogy igen fontos időszakban, igen fontos ügyekben vagyunk együtt. És nagyon kiemelném azt, hogy valamennyi az asztal ezen oldalán ülő, mert ugye kerekasztalt nem tudtunk csinálni, itt ülők azt gondolom, hogy a legkompetensebb emberek, tehát én hiszem, hogy a mai nap egy nagyon fontos kérdéskört járunk körbe. Pontosan azért, mert eddig is meg tudtuk oldani, és ezután is meg tudjuk oldani, meg kell tudnunk oldani azt, hogy szót értsünk, és közös érdekünkben mindenkor együtt tudjunk cselekedni. Én a magam részéről azt kívánom, hogy ez a tanácskozás legyen nagyon sikeres. Nyilván majd hozzászólok a későbbiek során, de most nem akarom húzni az időt az előadóink előtt. Még egyszer eredményes tanácskozást és jó együttműködést kívánok valamennyünknek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Majd ki kell állni oda, és szemedet rágította a projektet, és nem lesznek jók a kép. Jó, jó. Ki kell állni. Majd. Ezt itt hagyom álltok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Elnök Urak, képviselő úr, szeretettel köszöntök mindenkit a mostani tanácskozáson, ami aktuális témával foglalkozik, hiszen az éghajlat változása és annak a következményei, illetve az, hogy az ember miképpen próbál
védekezni a hatások ellen, a jégkár ellen, a szárazság ellen. A megváltozott természeti körülményeket próbáljuk korrigálni. Ezek összefüggő dolgok. És én örülök annak, hogy ez a téma napirendre került, amivel a mai napon foglalkozni fogunk. Talán az éghajlatról és a jégkár elhárításról, illetve mérséklő rendszerről néhány olyan nagyobb összefüggés itt a mai programnak az elején nem lesz haszontalan, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy itt a mi tájunkon miképpen változik az időjárás, várjuk az esőt, nem jön, akkor jön, amikor nem kéne, aszály van, eltűnt a tél, ritka a fagy, kártevők jelennek, meg özönfajok jelennek, meg akkor ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyjából a Kárpát-medencét, esetleg Európát nézzük. De érdemes talán máshonnan elindulni, és talán ez nem lépi túl egy köszöntőnek a műfaji kereteit, hiszen ha belegondolunk abba, hogy az időjárás ez mekkora rendszer, akkor nézzük meg azt, hogy a Földnek 40 ezer kilométer a kerülete, 40 ezer kilométer, ami nem kevés. A légkör az olyan vékony ehhez képest, hogy a Himalájában, amikor halljuk a híreket arról, hogy oxigénpalasz nélkül másznak fel nagyon erős emberek, akkor úgy nagyjából a 8 kilométer megválasztja az emberi tartózkodás határait. Csak a legerősebbek képesek lejönni. Valaki még fel tud menni, de sajnos nem mindenkinek sikerül lejönni. Tehát, hogyha a 40 ezer kilométert viszonyítjuk a 8 kilométerhez, akkor érzékelt, hogy a légkör az egy milyen hihetetlen vékony réteg, milyen hihetetlen vékony képződmény. A ritka légkör az felér állítólag 500 kilométerig, de hát ott már űrhajók vannak és műholdak. Most ehhez képest, hogyha a földi hatásokat nézzük, ahol ugye a időjárás az életünk része, és mozog a levegő, és légörvények vannak, és tornádók, és hurikánok, és esőpelyek, vagy annak a hiánya, hát látszik azt, hogy valószínűleg, bár a tudomány nem mindenre képes megadni a választ, a leginkább a légkört befolyásoló hatás az maga a világűr, illetve a nap. Tehát ehhez képest az emberi eszközök, akár egy ilyen jégkármérséklő rendszer, akár más ilyen csodavárása, a körülött technológiák, hát ilyen homokszem nagyságon rendűek itt a Tisza parton, a Tisza Istvánt közelében, azt hiszem, hogy a hasonlat az jól érzékeltő. Tehát van egy nagyon nagy rendszer, egy rendkívül nagy rendszer, ami változik, az időjárás mindig változik, ezért is nem időnek hívják, hanem időjárásnak. És akkor ebbe kell elhelyeznünk nekünk a mi éghajlatunkat, ami erre konkrét adatok vannak, a 60-as évek közép-bulgáriai klímájának felel meg, a melegedést azt valamennyien látjuk. Hát vannak többen, akik a 60-as évekre még emlékeznek, én gyerek voltam, de tényleg más volt, még a 70-es években is más volt az éghajlat. Ma közép-Bulgária, ahol volt szerencsém egyébként ezt a biciklivel letekerni odáig, az rendkívül forró, tehát nem tudom, ilyen szaharai jellegű. Ugye itt vagyunk mi középen a 60-as évek közép-Bulgáriájával, és a mi éghajlatunk, a korábbi, amit sokan megszoktak, és az egész mezőgazdálkodás szemléletmódja ehhez igazodik, ez az alap, amire figyelemmel próbálunk boldogulni ezen a tájon, az most fönt Varsó környékén Közép-Lengyelországban található. Nem véletlen, hogy ott van az almatermelés, barack, cseresznye, megy, és őszi barack, még lapos őszi barack ültetvények is vannak, ha valaki arra jár, ott is volt szerencsém végigmenni biciklivel, láttam, tehát magát a tájgazdálkodást, tehát a mi korábbi éghajlatunk az ott van, és a mi korábbi termelési kultúránk is ott kezd felbukkanni, mert ugye attól függ, milyen növényfajokat lehet ott termelni, sőt a szőlő is. A szőlő jelenleg a Baltikumban tart, és Dél-Svédországban a felmelegedés következtében. Tehát azért mondom ezt az összefüggésrendszert, hogy ehhez képest viszonyítjuk azt, hogy most mondjuk helyi szinten mire vagyunk képesek, tájgazdálkodásba, öntözésbe, a kárelhárításba, a jégkármérséklésbe és így tovább. Tehát az ember csak bizonyos szinten képes ezekbe a nagy változásokba belenyúlni, jó-rosszul, és ezek a szintek, ezek bizony nagyon kis hatókörűek, nagyon kis befolyással bírnak. Tehát ha arra gondolunk, hogy most mitől több az eső, vagy mitől kevesebb, miért esik máshol itt nálunk, miért nem esik, akkor szerintem ezek hatalmas természet fölött, természeti erőknek, hatalmas természeti erőknek a működésének a következményei. Hát én bízom abban, hogy az általam elmondottak, illetve az utána következők is segítenek abban, hogy elhelyezzük magunkat a tájban, a gazdálkodásban, és próbáljuk megérteni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak, mert anélkül pedig nem tudunk hozzájuk alkalmazkodni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
szeretném felkérni F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt, a térség országgyűlési képviselőjét. Köszöntsem meg jelenteket! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és igyekszem nagyon rövidnek lenni, mert én a szakmai előadásokat szeretném hallani. És két héttel ezelőtt volt olyan szerencsém, hogy még nem tudtam erről a jégkár elhárító rendszerről semmit, úgyhogy a tudatlanok nyugalmával ültem le egy megbeszélésre néhány gazdával, és jobban képbe kerültem, hogy igazából hogy is működik ez a rendszer, mit is biztosít, hogy megy ez az egész szolgáltatás. Én már egy kicsivel többet tudok annál, amit két héttel ezelőtt, de még igazából a teljes tudásnak a birtokában nem vagyok. Ahogy miniszter úr is mondta, itt tényleg változik a körülmény, változik a klíma. Úgyhogy bizonyára sokan hallottuk, hogy pálinka főzdések már fügepálinkát is főznek Magyarországon, ami elképzelhetetlen, és egy ilyen haszontalan, szőrös valamit, amit kivinek hívnak, már azt is termesztenek sokan Magyarországon, tehát tényleg változik a klíma. És csak röviden azt szerettem volna mondani, hogy mindig valami változott, és mindig próbáltuk megmagyarázni a körülöttünk lévő változások okait. Hiszen az ember azért egy gondolkodó lény, hogy megtalálja a magyarázatokat, és megtalálja a megoldásokat. És itt mondtam a jégkár elhárító rendszer üzemeltetőinek, hogy óriási szerencséjük van, hogy nem 3-400 évvel ezelőtt születtek, és nem akkor üzemeltetnek egy ilyen rendszert, mert akkor biztos mágián végezték volna, mert valaki biztos felelős volt a hidegért, biztos felelős volt valaki az aszályért, és akkor is megtalálták azok az emberek, megtalálták a felelősöket, hogy meg tudják magyarázni, hogy mi miért van. De most már gondolom a 21. században most már a tudomány egy kicsit fejlettebb. Az orvostudománytól kezdve a mérnöki tudomány, és a meteorológia egy olyan bonyolult, ahogy miniszter úr is mondta, egy olyan bonyolult tudomány, ami számítógépes modellekkel is nagyon nehezen előrejelezhető, de ez is egy tudomány, szakemberei vannak, és én szeretném azt hallani a szakemberektől, hogy mi miért van. Nem mi találjuk ki, nem mi gondoljuk azt, hogy azért, mert a kakas reggel kukorékol, ő miatta kel fel a nap. Tehát ennek valami tudományos magyarázata bizonyára van a napfelkeltének. Hiába van összefüggés a kakas kukorékolás és a napfelkelte között. Valószínű, hogy ez egy kézzelfogható, de nem biztos, hogy ez a jó magyarázat. Én várom a tudományos előadásokat, és szeretnék még többet tudni erről a jégkár elhárító rendszerről, mert tudjuk azt, hogy rengeteg kárt okoz a mezőgazdaságba, de rengeteg kárt okoz akár a lakosság körében is, háztetők, gépkocsik, akár most már egyre több napelem minden házon van, van akinek már a földjén is napelem van, úgyhogy ezekbe is nagy kárt tud okozni. Én várom az előadásokat, és remélem egy kicsivel többet fogunk tudni erről a rendszerről, amikor innen felállunk. Köszönöm szépen! Tisztelt elnökség, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kérészközpontban, amely a Kis Róbert igazgató úr által elmondott küldetés nyomán létesült ide a Tisza-tó partjára, és annyival hadd egészítsem ki igazgató úr által felsorolt küldetés tudatunkat, hogy pontosan azért is jött létre ez a központ, és bármikor nagyon szívesen adunk helyet olyan egyeztetéseknek, olyan konferenciáknak, olyan fórumoknak, ami a térségben működő vállalkozások versenyképességéhez is hozzá tud járulni. Független attól, hogy agrárvállalkozásokról, turisztikai szolgáltatókról beszélünk, akár állami, önkormányzati vagy egyházi intézményekről, itt az egyetértésnek, az együttműködésnek, az összetartozásnak van mindig a helye, és sohasem a széthúzásnak, sohasem azoknak a mozgalmaknak, amik gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják más koncepciók, más értékek és más értékközösségeknek a véleményét. Tehát a Tisza-tó és a térség most már egyben tud gondolkodni,
Független attól, melyik partján vagyunk, az északi vagy a déli partján, elkötelezettek vagyunk abba, hogy minden a térségben működő vállalkozás versenyképességéhez ez a központ is járuljon hozzá. És megítélésem szerint ez a küldetése annak a jégkármérséklő rendszernek is, ami immár, ha még nem is egy évtizede, de már egy néhány éve üzemel ahhoz, hogy levonjunk bizonyos következtetéseket, bizonyos konzekvenciákat abból, hogy az üzemeltetési gyakorlat mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket. És ez a gyakorlat, hogyha javítható, ha módosítható, ha az időközben továbbfejlődő digitalizáció vívmányait itt is igénybe lehet venni, nem csak a precíziós gazdálkodásban, hanem akár a precíziós időjárás előrejelzésben és az anomáliák, a veszélyek előrejelzésébe és akár a megelőzésbe, akkor ezeket a lehetőségeket igenis szerbe számba kell venni, és hogyha ehhez térségi, akár az országgyűlési képviselőkkel, akár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, az érdekképviselő szervezettel, a MAGOSZ-szal, vagy akár Magyarország kormányával való együttműködés látszik a legreálisabbnak és látszik a legéletszerűbbnek, akkor ezt az utat válasszuk, és találjuk meg azt a közös hangot, ahol az igényekhez legjobban igazodó és a közbizalmat leginkább élvező jégkármérséklő rendszer tud működni Magyarország területén. Hiszen látjuk, hogy euró milliárdokban mérhető az a kár, amit sikerült ezzel a rendszerrel megelőzni. A korábban bejelentett és megfizetett jégkár mértéke megközelítette a 100 milliárd forintot, amit csak az agrárkárokról beszélünk. Ez mérséklődött 2, akár 3 milliárd forint környékére, tehát a megtakarítása ebben a tekintetben a gazdáknak, és a biztosítási díjakon való megtakarítás is 10 milliárdokban, 100 milliárdokban mérhető. Ezen felül van még az össztársadalmi érdek, amit szintén véd a jégkár mérséklő rendszer, és hogyha elégedetlenek vagyunk a rendszer működésével kapcsolatban, akkor az én megítélésem szerint itt van a helye annak, egy ilyen egyeztető fórumon van a helye annak, ahol minden döntéshozatali és beavatkozó szint képviselteti magát, és meg tudjuk hallgatni egymás véleményét, meg tudjuk vitatni az előterjesztéseket, meg tudjuk vitatni a jövőbe vetett koncepciókat. Nagyon köszönöm az előadóinknak, hogy elfogadták a meghívást. Nagyon köszönöm a kamara tisztségviselőinek, hogy nem csak a jéger rendszer, hanem akár a gazdálkodókat érintő más sorskérdésekben, akár a túlzóan szigorú Európai Uniós előírásokkal való szembefordulás, akár a finanszírozási támogatás politikának a jobb megalapozottsága, gazdabarátabb volt, a földadó végleges eltörlése, betiltása, tehát számos olyan eredmény fűződik ehhez a szervezethez és ehhez az együttműködéshez, aminek köszönheti ma az agrárium, hogy még a nehézségek ellenére is életképes a gazdatársadalom. És szeretnénk, hogyha ez így is maradna, és ezért szeretnénk konzultálni a döntéshozókkal, az üzemeltetőkkel, hogy milyen olyan lehetőségek adódnak még előttünk, amit ha kihasználunk, akkor, ahogy mondtam, a közbizalom helyre tud állni azokban, akikben megrendült adott esetben az elmúlt évek természeti anomáliájának köszönhetően, és bízom abban, hogy a mai tanácskozás közelebb visz bennünket a megoldáshoz, bízom abban, hogy a szakemberek mérlegelni fogják az itt elhangzott érveket, és akár mi is megfontoljuk azokat az érveket, amiket az üzemeltetők, a szakemberek tudnak felsorakoztatni, és a végén egy olyan konszenzussal tudjuk zárni a mai napot, ami, ahogy mondtam, közelebb fog vinni bennünket egy mindenki által nagyobb bizalommal övezett rendszer működtetéséhez. Köszönöm, hogy itt vannak az előadóink, köszönöm, hogy itt vannak a kamara tisztségviselői, köszönöm, hogy meghívott vendégeink elfogadták a meghívást, és külön köszönöm azt, hogy a Kötivízig is képviselteti magát, hiszen Harsányi Gábor igazgató helyettes úr, aki nemrégiben vette át ezt a tisztséget, ő az, aki akár más oldal is meg tudja közelíteni, hogyha klímakatasztrófák ellen szeretnénk védekezni, akkor milyen egyéb lehetőségek állnak még rendelkezésünkre a tájban őrzött vízkészletek felhalmozása terén, akár új vízellátó útvonalak építése, akár a meglövek rekonstrukciója mellett, hogyan tudjuk tovább segíteni a gazdálkodókat, akár abban, hogy az öntözésfejlesztésen keresztül eljussunk addig a kívánt pontig, hogy a Vármegye öntözésfejlesztési stratégiája megvalósuljon, és az a 100 000 hektárnyi ténylegesen megöntözött mezőgazdasági terület rendelkezésre álljon. Mindenkinek hasznos és sikeres tanácskozást kívánok. Tisztelettel szeretném felkérni Györfi Balázs elnök urat az országos jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos előadásának megtartására. Köszönöm szépen. Erre szükség van? Nincs, ugye?
Köszönöm, hogyha nem probléma. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönjük szépen a nagyon szép helyet, ami azt gondolom mindenképpen méltó arra, ahhoz a témához, ami komolyságát illetően most előttünk van. Néhány gondolatban hadd reagáljak az előttem szólókra. 1728-at írunk, Szegeden két embert mágia halálra ítéltek, mert eladták az esőt. Nem voltam ez olyan nagyon-nagyon régen, és én arra kérek mindenkit, hogy ne jussunk azért vissza ide. Tehát, hogy ilyen jellegű megközelítéseket lehetőleg ne alkalmazzunk, még ha nyilván nem is gondolom azt, hogy bárki a mai világban mágia halálra jutna, de hasonló problémák voltak több száz évvel ezelőtt is, csak akkor talán másképpen kezelték azokat az emberek. A miniszter úr által mondottakra hadd reagáljak annyit, hogy nekem is volt szerencsém egy svéd bort megkóstolni, amit nem gondolnék, hogy rövid távon a magyar boroknak vetétársa lenne, de mindenképpen egy figyelmeztető jel, és hogy a lengyelek reagáltak arra, amit klímaváltozásként megélnek, ami lehet, hogy számukra akár még kedvező is most adott pillanatban, bennünket is a reagálásra és az alkalmazkodásra kell, hogy ösztönözzön. De nézzük az előadásomat. Az Országos Jégkermérséklőrendszer 2018-ban kezdte meg a működését, és szeretném megköszönni Fazekas miniszter úrnak azt a szakmai segítséget, amit annak idején kaptunk a rendszer felépítésekor, és nyilvánvalóan ez csak közös együttműködésben tudott megvalósulni. És miért gondoltuk azt annak idején, hogy erre szükség van? Azért, mert nemzetközi és hazai tapasztalataink is voltak a rendszer működését illetően. A Franciaországban és Spanyolországban nagyon jól működő megoldást, aminek ott több évtizedes gyakorlata van, gondoltuk azt, hogy átültetjük a magyar mindennapokba, és az az igazság, hogy 30 éve a Dél-Dunántúlon is működik ez a rendszer. Az 1990-es évek elején ugyanezt a rendszert, amit mi alkalmazunk, már alkalmazták a Dél-Dunántúlon, a Baranya-Somogy-Tolna megyei régióban, úgy egyébként, hogy ott a gazdák hozzájárulást fizettek hektáronként, hogy ez a rendszer működjön. Tehát nem egy közfeladatot ellátva, egy köztestület nyújtotta ingyen ezt a szolgáltatást, hanem a gazdálkodók összedobták ennek a rendszer működésének a költségeit. Ezért gondoltuk azt, hogy ennek a megoldásnak van országos szinten is létjogosultsága, hisz akár hazai, akár nemzetközi viszonyokat, ha figyeltünk, egyértelműen csak pozitív következményeket láttunk. Látjuk itt az ábrán, hogy 986 talajgenerátor működik. Ezek 10x10 kilométeres négyzetrásnak a meccéspontjaiban vannak elhelyezve, hogy ez biztosítja azt, hogy az ország egész területén egyfajta homogén védekezési struktúrát tudtunk kialakítani. Ebből 219 darab az automata és 767 a manuális üzemeltetésű. A védekezési időszakot szakemberek állapították meg, itt is akár a hazai, akár a nemzetközi tudást vettük alapul, ugye április 15-től szeptember 30-ig, aki vadászik, az könnyen megjegyzi az őszbak vadászhatóságának a periódusával egybeesik. Alapvetően ez az időszak, amikor a jégkár az a mezőgazdasági kultúrákban érdemi kárt tud okozni. A talajgenerátoroknak a beindítását azt nem mi döntjük el, arról nem mi határozunk. Mi jelzést kapunk, a Hungaromet, ami Országos Meteorológiai Szolgálat lánykori nevén, az ad nekünk egy jelzést, és mi igazából annyit teszünk, hogy leellenőrizzük, hogy a generátorkezelők végrehajtották-e azt az utasítást, amit az OMS, vagy ugye most már Hungarometnek az adatai alapján meg kellett, hogy tegyék. Kapnak egy jelzést akkor, hogy most kell beindítani, és kapnak egy jelzést akkor, hogy most kell leállítani. Tehát a rendszer meglehetősen struktúráltan működik. Persze, ugye láttuk, hogy elég sok a manuális generátor, tehát ami humán beavatkozást igényel. Itt azért voltak problémáink, erről őszintén kell beszélni. Amikor ugye megkapta a jelzést, hogy el kell indítani, akkor ő leokézza, hogy igen, elindítottam. Amikor megkapta a jelzést, hogy le kell állítani, akkor leokézta. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy mennyi hatóanyag fogy. És hát volt olyan, aki leokézta, hogy elindította, leállította. Majd amikor mentek a kollégák, hogy a hatóanyagot azt hát
utánpótolják, már hát mégiscsak fogyott, akkor látják, hogy egy gram nem fogyott belőle, hát a telefon nyomkodásával gondolta, hogy ő megelőzi a jégkárt, és nyilván ezeket a kezelőket, ezeket megköszönve az együttműködést leváltottuk olyanokra, akik komolyan veszik a munkát. Persze voltak trükkösek, akik rájöttek, hogy hát ha 3 óra időtartamra volt a jelzés, akkor valamikor 3 órára elindítom a kütyüt, hogy azért fogyjon a hatóanyag. És ahol ennek a gyanúja fennállt, ott átfolyásmérőket építettünk be, ami időpontra méri, hogy mikor működött a rendszer. Hát ilyen is volt, aki azt mondta, hogy hát azt ide se hozzátok az átfolyásmérőt, akkor inkább én visszaadom a szerződést. Tehát azt gondolom, mostanra már viszonylag stabilan működő rendszerről tudunk beszélni, fegyelmezett üzemeltetőkkel. Ezeket a generátorokat csak a szükséges területen kapcsoljuk be. Tehát megkapjuk azt a régiót, ahol be kell kapcsolni. Viszont a jég szemcse kialakulása az nem a föld közelben alakul ki. Tehát értelemszerűen ahhoz, hogy jégszemcsék alakuljanak ki, ott a légkörben már negatív tartományban kell, hogy tartózkodjon a hőmérséklet, tehát az rendkívül magasan van. És nagyon sok esetben ez félreértésre ad okot, hogy miért indítjuk el, mondjuk itt a Tiszató partján az itt működő, vagy itt letett rendszert, amikor nincs is felhő az égen. Igen, csak mire az az ezüst jodid feljut abba a légrétegbe, ahol a kialakulása várható, az adott esetben már 20-30 vagy 50 kilométerrel arrébb is lehet, mert nyilván az országos meteorológiai előrejelzés az azt is figyelembe veszi, hogy milyen légmozgás van a földfelszín közelében, illetve a magasabb légköri rétegekben. Tehát nem ott kell elindítani a rendszert, ahol mi védekezni akarunk, hanem ott, ahol okszerűen tudjuk meggátolni a jégszemcséknek a képződését, és lehet, hogy ez nagyon messze van attól adott légköri mozgások esetén, mindahol egyébként a jégszemcsék lehullása várható. És ezeket lokálisan kapcsoljuk be. Tehát megkapjuk azt a régiót, ahol be kell kapcsolni. Az lehet, nem tudom, Áron, mi a legkisebb egység? Járási szinten, tehát járási szintre kapjuk a jelzéseket, és azt szerint indítjuk el. Tehát nem az országban egyszerre menetjük ezeket az eszközöket, hanem csak ott, ahol arra szükség van. Megfelelő védekezési technológia. Ugye az egész rendszernek a logikája az arra épül, hogy ezüst jodidot juttassunk el a légkörnek azon rétegébe, és a megfelelő időpontban, amikor a jégszemcsék kialakulása várható. Ugyanis ezek az ezüstjodid molekulák, ezek nagyon hasonlítanak a jégkristályhoz szerkezetileg. Tehát ezek mesterséges jégmagvakként működnek, tehát olyan kis felületekként, amire le tud csapódni a víz, és sokkal több jégszemcse alakul ki ebből kifolyólag, aminek a mérete ebből kifolyólag az összesé logikusan kisebb lesz. Tehát a jégszemcsék, tehát a jégnek a volumene az nem csökken, viszont a darabszám, a jégszemcséknek a száma viszont növekszik, ebből kifolyólag az átmérője az kisebb lesz. És jó eséllyel ezek a jégszemcsék, mire elérik a földfelszínt, elolvadnak, de ha el is érik a földfelszínt, akkor biztosan kisebb átmérőben okoznak kárt, mint hogyha nem avatkoztunk volna be. Az ezüstjodidról néhány gondolat. Az ezüstjodid egyébként, imitál még emlékszel rá, az egészet azzal kezdtük, hogy az ezüstjodiddal kapcsolatban környezetvédelmi, állatvilágvédelmi, és nem tudom milyen mindenféle kutatásokat megrendeltünk, hogy ennek van-e bármilyen hatása az élővilágra, az emberre, vagy bármi másra, ami egyáltalán szóba jöhet. Egyértelműen azokat a visszajelzéseket kaptuk tudományos körökből, hogy nem. Sőt, az ezüstjodidot azt egyébként bizonyos helyeken a víz, az ivóvíz szolgáltatásnál használják, beleteszik az ivóvízbe, ugyanis ez egyfajta fertőtlenítő hatással bír. Tehát abszolút nem okoz kárt, semmilyen negatív hatása nincsen. Ugye az acetonos ezüstjodidot alkalmazunk, az acetonra azért van szükség, hogy az aceton elégetésével hőt keletkeztessünk, és egy kezdő lökést adjunk ezeknek az ezüstjodid molekuláknak, hogy elinduljanak fölfelé. Utána egyébként azok már maguk mennek fölfele, mert ugye a felfele áramlás, ugye a jég is úgy alakul ki, hogy a meleg páradús levegő elindul fölfele, és amikor elér egy bizonyos magasságot, ahol már negatív, tehát negatív lesz a hőmérséklet,
ott kicsapódik és jéggé válik. Tehát ez a feláramlás, ez természetes úton megvan, ez az ezüst, ez az aceton, ez csak egy kezdő lökést ad, hogy minél több ezüstjodid molekula jusson el a megfelelő magasságba. Az acetont ezt elégetjük, és az égés során egyébként széndioxid és víz keletkezik, tehát semmi olyan, ami egyébként idegen lenne a légkörben. Ennyit talán a védekezésnek a technológiájáról. A talajgenerátoros védekezés az a csapadék mennyiségét semmilyen formában nem tudja befolyásolni, sem növelni, sem csökkenteni nem tudja, ez csak is a halmazállapotra tud hatást gyakorolni, és azt sem tudjuk vele befolyásolni, hogy hol essen az eső. A jégkár előfordulásának a valószínűsége az nem nulla, azt szeretném elmondani, ugyanis kettő esetben nem tudunk védekezni. Az egyik, hogyha egy olyan légtömeg lépi át az országhatárt, ami már telítve van jégszemcsékkel. Értelemszerűen ez a rendszer arra alkalmatlan, hogy lebontsa a jégszemcséket az előbb elmondott metodika alapján, viszont arra mindenképpen jó, hogy a tovább hízásukat meggátolja. És ezért van az, hogy például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Kárpátalján, illetve mondjuk a Muravidéken és Zala vármegyében azért érdemi különbség van az egymástól 50-60 kilométerre lévő települések esetében a lehullott és kárt okozó jégszemcsék mérete között. Ez sok centiméter is lehet adott esetben. A másik, amivel nem tudunk mit kezdeni, azok az úgynevezett szupercelláknak a világa. Ez egy olyan légköri jelenség, ami ilyen több ritmusban fölle mozgatva a levegőt rendkívül magasra juttatja a páradús légtömeget, oda, ahova mi nem tudunk ezüstjodidot juttatni, ami fizikai képtelenség, nyilvánvalóan ott sem tudunk védekezni. Tehát ezért is nem jégkár elhárító rendszernek hívjuk ezt a szolgáltatást, hanem jégkár mérséklő rendszernek. Ugye több lehetőség is van egyébként az ezüstjodidot a megfelelő légrétegekbe juttatni. Az egyik, hogy repülőgéppel belevisszük a viharfelhő közepébe. Ezt azt gondoltuk, hogy nem biztos, hogy kell erőltetni. Egyrészt rendkívül drága megoldás, mert mégiscsak egy repülőgép flottát kell fenntartani hozzá, meg azért az nem egy életbiztosítás, hogy valaki 8 órás munkaidőben viharfelhőkbe repked bele. A másik pedig az, hogy rakétákkal belőjük oda a megfelelő helyre. Egyébként erre Szerbiában van megoldás. Ugyanezt a megoldást alkalmazzák, csak az oda juttatásnak a megoldása más. Na most a rakétás rendszer kapcsán a honvédelemtől, illetve a polgári légirányítástól elég hamar megkaptuk a visszajelzést, hát hogy ők azért nem szeretnék, hogyha az ország teljes területére lebontva egy ilyen rakétahálózatot állítanánk az ég felé, és oda lövöldöznénk fel, mert ennek azért vannak kockázatai. Úgyhogy maradt az a megoldás, amit egyébként költségvetési oldalról is a legjobbnak gondoltunk, mert ha nagy területet védünk, akkor egyértelműen ez a talajgenerátoros rendszer a leghatékonyabb, akár működésileg, akár költségvetést illetően. Nézzük a csapadék térképet. Az éves csapadék összeg 1991 és 2020 között. Ugye az országban 500 és 800 mm között esik átlagosan a csapadék az országban. Itt a különböző színek jelölik, hogy hol mennyi csapadék esik, vagy esett pontosabban az itt megjelölt 3 évtizedben. Kettő dolog befolyásolja a lehullott csapadéknak a mennyiségét. Az egyik a domborzat. Minden 100 méter, amit fölfele haladunk, az plusz 35 mm-t jelent. Nyilvánvalóan ez a lecsapódás és egyéb más okokból. A másik pedig a tengertől, az Adriától való távolság, mert nyilván a tengertől tud érkezni párával vízzel telített légréteg. Itt látszik is, hogy az országnak a délnyugati része egyértelműen mutatja ezeket. Tehát hol vannak kék foltok, ahol közel van a tenger, illetve a tengerszint feletti magasság az jelentősen nagyobb, mint az országos átlag. És ezért a Zagyva, Tisza és a 3-as körös környékén van az a sáv, amelyik a legkevesebb csapadékmennyiségre számíthat, mivel laposan van, és a tengertől is messze helyezkedik el.
És nézzük azt, hogy hogy alakultak az aszályos időszakok az előző évszázadban. Átlagosan azt mondhatjuk el, hogy Magyarországon 10 évből 4 évnél valamilyen szintű aszállyal a mezőgazdálkodók meg a nem mezőgazdálkodók is kell, hogy számoljanak. De nyilván ez egy szórást mutat, mert ha megnézzük 76 és 85 között mindössze 3 aszályos év volt, addig 86 és 95 között pedig 7 aszályos esztendő mutatkozott. De ha megnézzük az utolsó 10 évünket, akkor ott 3, a 15-ös, a 21-es és a 22-es év az, amelyik aszályos időszakot mutatott. Most a következő térkép az rendkívül beszédes lesz. Így néz ki most Magyarország, és így nézett ki 200 évvel ezelőtt. Az most nem azt jelenti, hogy hol mennyi csapadék esik, hanem hogy hol volt víz. Tehát hol volt vízzel borított az országnak a területe. Tehát 200 évvel ezelőtt ennyivel több víz borította Magyarországnak a területét. Most értelemszerűen a helyi csapadék kialakulásának a valószínűsége ilyen vízzel borítottság mellett azért valószínűsíthetően nagyobb. Tehát sokkal kisebb most annak az esélye, hogy a helyi kipárolgásból csapadék képződjön, mint volt 200 esztendővel ezelőtt, amikor az országnak a nem elhanyagolható része, ez nyilván a nagy folyószabályozások előtti időszakban van. Tehát ilyen jellegű lokális csapadékokra ilyen felszíni vízborítottság mellett kevésbé számíthatunk. Kárpát-medencét érintő változások. Most itt egy 61-től 90-es évekig jellemző adatokat látunk, ahol az ország nagy része a mérsékelten, meleg, mérsékelten száraz klimatikus viszony jellemezte, és most ugorjunk át az elmúlt 30 évnek ugyanezen adataira. Menjünk vissza, és akkor újra át ide, csak hogy így. Tehát, hogy azt gondolom látható, hogy még itt az országnak a déli-délkeleti részén voltak piros foltok, addig itt most már a teljes alföldi régió, illetve a kisalföld is ebbe a már meleg száraz. Tehát a mérsékelten meleg, mérsékelten szárazból a meleg száraz klíma viszonyok közé kerültünk, ahol egyébként azt is el kell mondani, hogy a hőmérséklet változása sokkal nagyobb, mint a csapadék mennyiségének a változása. Tehát nekünk egyébként a csapadék mennyiségével éves átlagban nincs akkora problémánk, mint amekkora egyébként, mint amekkora az aszály okoz. A probléma az az, hogy a csapadék nem megfelelő eloszlásban érkezik, hanem kevés alkalommal, mezőgazdaságilag értelmezhetetlen időszakban és egyszerre egy nagy zuhé formájában. Tehát a csapadék eloszlása az az egyik legnagyobb problémánk, amivel küzdenünk kell. A 30 napos csapadék összegről szeretnék mutatni egy adatot. Ez április 27 és május 26 között mutatja, hogy hol mennyi csapadék hullott. Itt a sötétebb részek a több csapadékot jelölik. Itt el kell mondanunk, hogy április 27 és május 26 között jóval több csapadék hullott az ország bizonyos pontjain, mint a sok éves átlag. De ebben az elmúlt egy hónapban egyébként láthatóan az Alföldnek is bizonyos részein a több éves átlag fölötti csapadék hullott le. A nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszályszint, ugye ez a baloldali, ez a május 17-i állapot, a másik pedig a május 26-i állapot. Na most erre mondhatnánk azt, ha május 17-én leállítottuk volna a jégkármérséklő rendszert, akkor biztos többen azt gondolták volna, hogy na mi megmondtuk előre, ha ez nem működik, akkor egyből esik az eső. Ezért nem látom értelmét a rendszer leállításának, mert fogalmunk sincs, hogy fog esni utána az eső, vagy nem fog esni utána az eső, és akár az egyik, akár a másik elméletben hívők úgy érezhetik, hogy nekik van igazuk, miközben az égvilágon semmi köze a két dolognak egymáshoz. Most nézzük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bekapcsolási adatokat 2024-re. 2024-ben 13 alkalommal kellett bekapcsolni a generátorokat.
az jelenti ugye az első oszlopot, hogy hány alkalommal, vagy hány generátor ment. Ugye a sorok száma az, hogy hányszor kell bekapcsolni. Az első oszlop az, hogy hány generátor lett bekapcsolva. Itt láthatjuk, hogy az 53 generátor, tehát ami megyében található összes generátor, az 4 alkalommal működött, és 9 alkalommal pedig valamilyen része, valamekkora része a megyének az, ami működött. Itt látjuk mögötte az átlagos, a teljes, illetve az átlagos bekapcsolási időtartamot. Itt látjuk, hogy ezek jellemzően pár órára vannak bekapcsolva, a leghosszabb védekezési időszak is 6,5 óra volt, ha jól emlékszem, igen, 2 alkalommal is. Tehát ez nem arról van szó, hogy április 15-én bekapcsoljuk, aztán szeptember 30-án lekapcsoljuk. Ez egyébként több szempontból sem lenne jó, mert anyagilag ez képtelenség lenne kivitelezni. Országos bekapcsolási napok számát szeretném mutatni. 2018-szor egészen az idei esztendőig. Az utolsó sor az érdekes, ugye ott azt látjuk, hogy hány alkalommal, hány nap voltak működtetve ezek a rendszerek. Láthatóan egy csökkenő szám mutatkozik meg. Ugye 113-ról eljutottunk 96-ig, ez egy 15%-os csökkenés. Nyilván, ahogyan a rendszer működik, és tanuljuk ennek a működését, mi is igyekszünk egyre hatékonyabban működtetni azt, hisz az acetonos ezüstjodid ára az elmúlt időszakban, az indulás óta a 2,5-szeresére emelkedett. Tehát 2,5-szer annyiért tudunk ezüstjodidot venni, mint amennyiért tudtunk az indulásnál. Tehát nekünk jó felfogott érdekünk, hogy egy perccel sem menjenek tovább ezek az eszközök, mint hogy arra szükség van, mert rendkívül drága. Viszont ha órában nézzük meg azt, hogy mennyit mentek ezek Igen, tehát nincs rajta, csak ehhez kapcsolódik, hogyha órában nézzük, hogy hány órát mentek összesen a generátorok, akkor 2018 és 23 között egy 48%-os csökkenés figyelhető meg. Tehát hogyha nem azt nézzük, hogy hány alkalommal, hanem hogy hány órát működtettük ezeket az eszközöket. No, nézzük akkor a bekapcsolási számokat Jász Nagykun Szolnok megyében 2018-as indulás óta. Két számot hadd emeljek ki, a 2020-as 66-os bekapcsolást, ami egyébként a felső tartományba tartozik, ebben az évben háromszor annyi csapadék esett Jász Nagykun Szolnok megyében, mint a jellemző átlag. Miközben 66 alkalommal be volt kapcsolva valamilyen eszköz. De nézzük meg például a 2022-es évet, ahol nem is a bekapcsolási szám az érdekes, hanem január-februárban az égvilágon semennyi csapadék nem esett, miközben akkora nem volt bekapcsolva egyetlen egy eszköz sem, már csak abból kifolyólag, hogy nincsenek is kint a helyükön, már április 15-ig, tehát szeptember 30-a után a kollégáim az összes eszközt begyűjtik, és a telephelyek egyikére, amelyikhez éppen tartozik régió szerint, behordják őket, ott tisztítják, karbantartják, simogatják őket, és télen ott telelnek, és utána tavasszal kerülnek vissza a helyükre. Tehát februárban, amikor egy csepp eső, meg februárban nem esett, akkor nem is voltak ezek az eszközök, még ha akartuk volna, sem tudtuk volna őket bekapcsolni, tehát jól látható, ilyen jellegű összefüggés nincsen. És akkor most itt álljunk meg egy pillanatra ennél a táblánál. Én megkaptam azt a követelést, amit az itteni gazdálkodók megfogalmaztak ezzel kapcsolatban. A következőt szeretném mondani. Én megértem a gazdatársaknak az elkeseredettségét az aszály miatt, de nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy egyébként az ő érdekükben létrehozott hatékonyan működő rendszer leépítésével próbálnak meg előbbre jutni. Nem tudom, miért a jégkármérséklő rendszer került így a fókuszba. Ezzel az erővel akár az elektromos autók vagy a napelemek is ide kerülhettek volna, mert azok is körülbelül akkor kezdtek el terjedni az országban, amikor a jégkármérséklő rendszer. Nem ők az oka, tehát nehogy valaki félreértse. Nem azt mondom, hogy most át kell vonulni az elektromos autó értékesítő vagy a napelem gyártóknak a házai elé, hanem az, hogy a kettő között nincs különbség. Ugye az első az, hogy
mikor működjenek a talajgenerátorok. Itt a javaslat az, hogy június 1 és augusztus 25 között. A helyzet a következő, hogy azt tessék elfogadni, hogy ezt a szakembereknek kell megmondani. Ez nem olyan, hogy mikor vágjuk le a disznót. Most is levághatjuk, meg jövő héten is. Ugye nincs nagy különbség. De azt kérem, fogadjuk el, hogy én nem akarom megmondani, hogy mikor kell bekapcsolni. Én miközben azért néhány éve foglalkozom ezzel az egésszel, én nem érzem magam annyi tudás birtokában, hogy én meghatározzam, hogy ennek a rendszernek mikor kell működni. Vannak meteorológusok, olyanok, akiknek ez a szakmájuk, akik értenek hozzá, akik meg tudják mondani, hogy mikor van reális esélye annak, hogy olyan jégszemcsék alakulnak ki a légkörben, ami mezőgazdaság értelemben kárt okoz. És nyilván azt be kell lőni, hogy mezőgazdasági kultúrák szempontjából mi az az időtáv, amikor kárt tud okozni, de az meg biológia. Tehát értelemszerűen a kukoricát decemberben nem kell a jégverés ellen védeni, mert jó eséllyel már betakarításon túl vagyunk. Tehát én ebben nem szeretnék alkudozni, és nem szeretnék semmilyen hatást sem gyakorolni a szakemberekre. Ezt döntsék el ők, hogy mikor kell ezt a rendszert elindítani, és mikor kell leállítani, tehát az év mely periódusában kell ezt működtetni. Egyébként azt hagyja ezzel meg, hogy itt a régióban, Rákóczi falván éppen múlt hét pénteken volt egy tornádó jelenség. Tehát ha most, és azzal egyébként, ha jól tudom, talán még jég is esett, tehát akkor hadd mondjam azt, hogy ha június első indulást célozzuk meg, akkor például a Rákóczi falvi jég az lehet, hogy jóval nagyobb kárt okozott volna. Tehát itt a természeti szempontból most mondom azt, hogy sajnos segítségünkre volt itt az indoklásban. A jégkár megelőzés érdekében 50% feletti előfordulásnál indítsuk el a rendszert. Ugye ez egy árérték arányos meghatározás. Egy alkalommal módosítottunk az induláson, amikor financiálisan kényszerhelyzetben voltunk, ugye amikor egy költségvetési megszorítás volt a Covid alatt, akkor újra kellett gondolnunk azt, hogy mire van, mennyi pénzünk van, és ott egész egyszerűen csökkentenünk kellett a bekapcsolásnak a szintjén, de értelemszerűen ez is egy számítás. Tehát ha az, hogy lehet, hány százalékos valószínűség mellett fog esni a jég, ez nyilvánvalóan egy meteorológiai számítás. És nekünk erre kell valamilyen formában rácsatlakozni, és én azt gondolom, hogy mivel az az állítás, hogy az eső kialakulására és térbeli eloszlására nincs hatással, az ezüstjodid a természetben kárt nem okoz, ezért nekünk azon a szinten, ahol költségvetésileg még elfogadható a ráfordítás, ott azon a szinten kell elindítani. A harmadik kérés az volt, hogy a talajgenerátorokat ne egyszerre indítsuk. Én azt gondolom, az előbb erre válaszoltam, hogy nem egyszerre indítjuk. Ez területi leosztás szerint járási szinten van meghatározva. Az automata generátoroknak a karbantartását ne azzal oldjuk meg, hogy 10 percet napi szinten működtetjük. Nincs rá más megoldás, mert egész egyszerűen azok a fúvókák, amik nélkül nem működik a rendszer, azok beszáradnak. Tehát, hogy el kell indítani, de 10 perc alatt kijuttatott mennyiség az érzékelhetetlen. Tehát, hogy az szinte mérhetetlen. Tehát, hogy annak semmilyen befolyása nincsen. Egyébként a Magyar Tudományos Akadémiának az egyik szakemberét, aki a meteorológusok is így fölfele néznek, ővele volt lehetőségünk beszélgetni, hogy mégis mondja meg, hogy tényleg okozunk-e mi ezzel bármit is a légkörben. És akkor ő ezt úgy próbálta elmagyarázni, hogy ahhoz, hogy a légkörben mi egy nagyon pici mozdulást csináljunk, ahhoz a paksi atomerőműnek a néhány napi teljes energiatermelésére lenne szükség, például ahhoz, hogy itt a Tiszató felett egy felhőt odébb billentsünk. Tehát azt mondja, hogy az olyan óriási energiák vannak, hogy azt mondja, innen a Földről mi el sem tudjuk képzelni, hogy ott milyen energiák dolgoznak. És ez a kütyű, amivel mi dolgozunk, ez nem nagyobb, mint egy disznópörzsölő. És azt mondja, hogy egy disznópörzsölővel akartok ti légköri mozgásokat befolyásolni? Azt mondja, ne hülyéskedjetek. Hát azért az ember gondolhat magáról dolgokat, hogy mire képes, de azért ez a saját lehetőségeinknek a jelentős túlértékelése. Tehát semmilyen eszközünk nincs arra, hogy mi légköri mozgásokat befolyásolni tudjuk. A másik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék tisztázni, ez egy közfeladat. Jogszabály által ránk kirót közfeladat.
Tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, én meg egy személyben pláne, nem jogosult arra, hogy ennek a rendszernek a felfüggesztéséről tárgyaljon. Ahogy a közvilágítás sem lehet például, gondolok egyet kikapcsolni, mert az is egy település számára előírt közfeladat. Nem úgy volt, gondolok egyet, aztán leállítom. Az utolsó diára térjünk még át, mert a rendszer fejlesztéséről is szeretnénk néhány gondolatot mondani. Meggyőződésünk, hogy ez a rendszer rendkívül hatásos, és nem csak azért, mert Magyarországon belül is látható eredményei vannak, hanem van olyan térkép, azt mondjuk így utólag elhozhattuk volna, ahol azt mutatja, hogy a 2 centiméternél nagyobb átmérőjű jégszemcséknek a lehullása az elmúlt időszakban, most meg nem mondom hány évben, az hogy alakult az egész európai térségben. Az a helyzet, hogy 3,5-szeres a különbség. Tehát 3,5-szer nagyobb a valószínűsége, hogy 2 centiméternél nagyobb jég essen, sőt, ezek adatok, tehát ezek statisztikai tényadatok, tehát 3,5-szer több alkalommal esett 2 centinél nagyobb átmérőjű jég azokban a térségekben, ahol nem védekeznek, mint ahol védekeznek. Tehát erre a térképre ránézve körül lehet rajzolni Magyarország közigazgatási térképét. Hogy hol mennyi jég esett. Tehát egyértelműen látszik, és ezek nem is a mi adataink, hanem ez valami eurostatos számok, amikkel dolgozunk. Ezért mi nem a rendszer leépítésében, hanem továbbfejlesztésében is javításában gondolkodunk. A munkaerő rendkívül nehezen beszerezhető ehhez, mert otthon kell lenni. Tehát ez 0-24, 7 nap, 7 minden napján elérhetőséget igényel. Egyre nehezebb embereket találni, mint olyat, aki meg is csinálja. Tehát egyre nehezebben találunk olyanokat, akiket erre rá tudunk venni, és akit találunk is, azoknál is az anyagi igény az hát jelentősen emelkedik, mert ők is érzékelik, hogy nem sok ilyen bolondot találunk, aki hajlandó ezt tényleg akár éjszaka is, akár esőbe is kimenni és elindítani ezeket a szerkentjüket. A rendszert abban az irányba próbáljuk tolni, hogy ne kelljen humán erőforrást alkalmazni, tehát az automata generátorok irányába kellene ellépni. A másik pedig azzal, hogy automata generátorokat állítunk fel, azzal a munkaerő mellett a kijuttatott hatóanyag mennyiségét is jelentős mértékben csökkenteni tudjuk. Ugyanis az automata generátorokba be tudunk építeni feláramlás mérőket. Tehát abban az esetben kapcsol csak be a rendszer, még hogyha kap is jelzést, hogy indulni kellene, de ha nincs feláramlás, akkor leállítja a rendszert, mert fölösleges kijuttatni, mert ha az adott ponton nincs feláramlás, nincs felfele áramló légmozgás, ami felviszi az ezüstjodidot a megfelelő helyre, akkor leáll, akkor nem megy. Ez nagyon fontos. Mert egyébként ezt a közel 1000 automatát mi úgy akarjuk kialakítani, hogy ez nem csak a jégkármérséklő rendszernek lenne a része, hanem meteorológiai szenzorokkal is szeretnénk felszerelni, ami azt jelenti, hogy egy elképesztő nagy pontosságú és nagy hálózati lefedettséggel működő rendszert tudnánk kialakítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, vagy Hungaromet, még meg kell tanulnom az új nevét, a Hungarometnek nincsenek ilyen pontos adatai. És hogy egy más példát mondjak, egy mezőgazdaságit, ha valakinek mondjuk fagyáskárja van, akkor ugye az bizonyítani kell, hogy ott a hőmérséklet bizonyos hőmérsékleti tartományban volt egy bizonyos ideig. És van olyan, hogy 30 kilométerre van az a mérőpont, amit hatóságilag elfogadnak. Most innentől kezdve a 10x10 kilométeres négyzetrács miatt az országnak nem lesz olyan pontja, ahol 5 kilométeren belül ne lenne egy ilyen mérőeszköz. És nyilván, ha már mérünk mindent is, amit csak lehet, akkor igazából ez a feláramlás mérő beépítése, ez már igazából nem nagy valami, és itt körülbelül 30%-kal tudjuk áron csökkenteni, jól emlékszem, a felhasznált mennyiséget csak azzal, hogyha feláramlás mérőkkel is javítjuk ennek a rendszernek a működését. Tehát egyértelműen
a hatékonyság fele próbálunk menni, azért is, mert egyre drágább és egyre költségesebb ezt a rendszert működtetni, viszont akár a nemzetközi összehasonlításban mért adatokat, akár a saját Magyarországon belüli idősorainkat nézzük, egyértelműen azt látjuk, hogy a rendszer jégkár elhárítás szempontjából rendkívül hatékony, a másik oldalról pedig láthatjuk, hogy akár a csapadékos, akár az aszályos években a rendszer működésében számosság tekintetében szignifikáns különbség nincs, tehát egyértelműen látható, hogy ilyen jellegű csapadékkal való összefüggés nem mutatható ki. Én azt gondolom, hogy ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, és természetesen igyekszem a rendelkezésükre állni a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a működéséről gyakorlati tapasztalatairól elég részletes képet és információ együttest kaptunk, kaphattak. Én előjáróban hagyd kérjem azt önöktől, hogy mint küldöttektől, tagvezetőktől mindenképp vigyék tovább ezeket az információkat a gazdaságtan irányába. Mi a főként hirdettük meg a mai napot, természetesen biztosított lehetőséget kérdések észrevételek adására feltételére. És arra szeretnénk kérni a kérdések feltevőjét, hogy a nevét, illetve hogy mely településre érkezett, a szíveskedjék meg. Hallottam, hogy van olyan igény, hogy a gazdák szeretnék tudni azt, hogy melyik rendszer mikor megy. Azt most megígérem, ha ez a rendszer feláll, és reményeim szerint én nagyon szeretném, hogyha 2027 hetes szezont már úgy kezdenénk, hogy ez működik, akkor mi egy valós idejű térképet ki fogunk rakni, ahol fognak világítani azok a kis pöttyök, ahol a generátorok működnek. De nyitott lapokkal játszunk, mivel nincsenek cinkelt lapok, ezért nyugodtan tudjuk mutatni bármelyiket. Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor tessék. Köszönjük. Fáradnál, egy van mikrofon. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Nekünk egyetlen bajunk van, azt mondjuk megfigyeltük itt, és elmúlt években igen kemény, és a gazdák alá tudják támasztani. Ez valami rosszabb, hangosabb. Nem tudok akkor mit csinálni, de kiabálni. Kedvé, és akkor hangosan mondja, jó egyszerűen. Kiabálva. Jó hangosan. Tehát azt szeretném elmondani, hogy nekünk itt a helybeli gazdáknak és a környékbelieknek, illetve most az elmúlt időszakban csináltuk ezt az ajánlat gyűjtést. Ugyanúgy a Csongrád-Csanád, Békés megyéjek ugyanezzel panaszkodnak Martvin környékén, Szolnok megyébe. A legnagyobb igazság az, hogy nekünk itt két bajunk van. Egyik a Tiszatónak a nyáron a feláramlása, ami amúgy is egyfajta felhőelosztást, szétszakítást idéz elő, plusz még hozzájönnek a talajgenerátorok. Mióta megvan a Tiszató, azóta gondolom idősebb gazdái kollégák alá tudják támasztani, azt mondták az öregek, ha tud úszni, lesz eső, ha nem tud úszni, nem jön át a Tiszatavon, nem lesz eső. És azt tapasztaljuk valójában, hogy a kettő együtt minket nagyon üt. És nem csak minket, hanem a környéket is ugyanúgy vonatkozik másik településekre. A másik területben láttam az egyik táblázaton, hogy a május hónapra az volt írva, hogy nem működtek a generátorok Jászlókun Szolnok megyében. Ezt viszont abban tudjuk alátámasztani, hogy ez nem tudja a valóságot sajnos, mert ugye már a gazdák most figyelik azt, hogy hol mennek az automaták, hol mennek a manuálisak, és olyan gondolom, hogy látjuk, hogy működtek mégis. Harmadik dolog, ami még visszalehetnénk, májusi hónapban nem volt bekapcsolás valamelyik... De még nincs lezárva a május. Nekem üres volt a május, és ezért mondtam. Ott van 12 alkalommal. Na most nem tudom pontosan, de az tény, hogy most is, amikor esett az eső, figyeltük, előtte is volt olyan, hogy az automatákat ott mentek. Az automatáknál miért nem lehet megcsinálni azt a szeleptisztítást, karbantartásnál, ahogy vannak a manuálisak, fogja a kezelő, kicsavarja, beviszi, megtakarítja. Tehát ott is el lehetne érni azt, hogy na most tudjuk azt, hogy most nem fog menni, takaríts ki, mehetünk, és akkor nem kell az a bárnapon sem működtetni.
amikor ilyen. Én ezt szerettem volna elmondani, de remélem lesznek még a gazdáknak hozzászólása, elmondása. Tehát, meg a másik dolog, amit még gyorsan elmondok, hogy igazság szerint az április tűzőt azért tartjuk korainak, nem mondjuk, hogy nem fordulhat elő jégeső, előfordulhat. De általában május 31-ig nagyon-nagyon ritka. És a tavaszi eső ugyebár a kapásoknak, illetve a őszi dombnának nagyon kell. Szeptembernél meg megint az megy, a szeptemberben már szintén, ha véletlenül jégeső is van, jóformán le van aratva minden, tehát nem tudja tönkretenni a termést, és akkor meg az őszi vetéseknél ugyebár a zöldítést előírják, nem előírják, lehet választani az ajodnél, de például én is úgy jártam, tavaly elvetettük, majd október végén, november elején megjött az eső, akkor lehűlt a talaj, rögtön lett ilyen hatalmas a zöldítése. Előtte való évben, hogy hamar átlett rájött a 22-be, gyönyörűen megnőtt a zöldítés. Én ennyit szerettem volna, én remélem, hogy az a társak még hozzászólnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, nem tudom, elnök úr, elnök urak, várunk egy kérdésre, reagálhatok. Ha van, akkor köszönöm. Leütöm a kérdést azzal, hogy válaszolok. Jó, köszönöm szépen a felvetést. Azzal, hogy mikor van szükség csapadékra, azzal tökéletesen egyetértek. A problémám az az, és ezért nem tudok mit csinálni, mert nincs összefüggés. Tehát a lehullott csapadék mennyisége, térbeli eloszlása és a jégkármérséklő rendszer működése vagy nem működése között zéró az összefüggés. Tehát nincs összefüggés. Tehát én hiába állítom le, vagy indítom később, ez nincs kettő között semmilyen kapcsolat. Nincs kapcsolat, tehát ezzel az erővel tényleg leállíthatnánk a közvilágítást próbaképpen, hát ha akkor több eső esik, vagy csinálhatnánk bármi olyan dolgot, és akkor kereshetnénk az összefüggést, ami egyébként nincs. Tehát látható, most is ment 12 napon a jégkármérséklő rendszer az idei esztendőben, és mégis volt azért májusban, hála Istennek, csapadék. És abban az évben is, amikor nem volt csapadék, nézzük meg a 2022-es aszályos évet, akkor meg csak 10 napot ment. Tehát akkor, tehát vegyük észre a számok alapján, amik nem vélemény, hanem tényadatok, hogy nincs összefüggés. Tehát, és még egyszer hangsúlyozom, ez egy közfeladat. Egy állam által ránk testált közfeladat, amit mi állami pénzből építettünk ki. Tehát ez nem úgy van, hogy én most önökkel itt megállapodok abban, hogy ez a rendszer mikor működjön, meg mikor nem működjön, milyen időszakban védekezzünk, illetve nem védekezzünk, mert ez, vannak jogszabályok, amik ezt előírják. Ezért az az igazság, hogy én nekem meglehetősen korlátozott lehetőségem van a tekintetben, hogy önöknek az ilyen jellegű kéréseinek eleget tegyek. Nem azért, mert nem akarok, hanem mert nincs rá lehetőségem. És én azt kérem, hogy ne a szomszédtól, vagy ne a békésmegyeiek, egyébként a békésmegyei hajcélről annyit hadd mondjak, hogy az a mókus, aki ezt az egészet ott elkezdte gerjeszteni, az jelentkezett hozzánk a jégkármérséklő rendszerbe, szeretett volna meteorológus lenni. Akkor még semmi baja nem volt ezzel az egésszel. Majd amikor kiderült, hogy nincs hozzá megfelelő papírja, és nem áll módunkban felvenni, akkor vendettát hirdetett, vagy dzsihádot, kinek hogy tetszik, hogy ezt a rendszert akkor ő, ő ezt tönkreteszi. Mert meggyőzi a gazdákat, hogy ez nem jó. Tehát legyenek kedvesek, hiteles helyről tájékozódjanak, és ne a szerintem, meg a elnézést, én elhiszem, hogy innen a földről sok mindent meg tudunk figyelni, de adott esetben ilyen mikrorégiókra lebontva nem biztos, hogy megfelelő adatokat kapunk. A statisztika is ismeri azt, hogy reprezentatív minta. Amikor kellően sokszámú információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a rendszer egész működésére tekintettel következtetéseket vonjunk le. Ha én azt nézem, hogy az ország egészét illetően milyen adatok állnak rendelkezésre, akkor elmondhatjuk, hogy az az állítás, hogy nincs összefüggés, az helytálló. És ezt legyenek kedvesek, fogadják el, ne nekem, hanem a tényadatoknak, meg azoknak a meteorológusoknak, akikkel konzultálunk, és én nagyon szívesen biztosítok önöknek konzultálási lehetőséget is,
ha erre van igény, olyan szakemberekre, akik mélységig ismerik a légköri mozgásoknak a fizikáját, és hogy egyáltalán a csapadékképződésnek mi a menete. De úgy nagyon nehéz vitázni, én nekem Békés megyében volt szerencsém megélni ezt, amikor azt mondták, hogy ez a rendszer, ez szétzúzza az eső felhőket, mert ráirányítjuk, és akkor jön a felhő, belelőnk, és akkor ketté szakad. És akkor mondtam neki, de ne haragudjon, hát a Dél-Dunántúlon, egyébként a Dunántúlon jellemzően többet mennek a generátorok, mint az alföldi térségben. Mondom, akkor hogy van az, hogy akkor a Dunántúlon meg nincs szárazság? És akkor jött a válasz, hogy akkor nem is szétlövi, hanem kiesőztetjük a felhőkből a csapadékot. Tehát 30 másodpercen belül a rendszer már nem megakadályozta az esőt, hanem előállította. Tehát, hogy, és nyilván ezek hangulatkeltésre nagyon alkalmas megnyilvánulások, de elnézést, de komolytalan szakmailag meg nem alapozott véleményekkel nagyon nehéz vitatkozni. Én tényadatokat tudok mondani, de érzelmi kérdéseket észérvekkel nem lehet eldönteni. Akinek meggyőződése, hogy az a rendszer elűzi az esőt, és ő ezt érzelmi alapon hitbéli kérdésként vallja, annak én bármit mondhatok, úgyse tudom meggyőzni róla. Ha a tényadatok nem elég beszédesek, akkor igazából a kommunikáció teljesen fölösleges, mert egymás idejét fogjuk rabolni. De hogyha konkrét kérdések vannak, amikre tudunk válaszolni, akkor azokra nagyon szívesen, maga biztosan tudjuk ezt megtenni, mert minden létező adat azt támasztja alá, hogy amit teszünk, az hasznos. Több mint 50 milliárd forint értéket óv meg ez a rendszer minden esztendőben. Minden elköltött védekezésre elköltött forinttal 33 forint értéket tudunk megvédeni. Ez egy nagyon jó befektetés. Tisztelettel kérem az elmondottak tudomásul vételét. Hadd csatlakozzak elnök úrhoz egy ponton. Elég régóta ismerjük már egymást, és elég régóta dolgozunk együtt. Az, amit elnök úr említett, a Dél-Dunántúli rendszer, működés, utána lehet nézni talán az interneten elérhető, az a Nefela biztosító egyesület volt. Én ennek a biztosító egyesületet felügyelő szervezetnek voltam a tagja több mint egy évtizeden keresztül. Soha egyetlen egy ilyen kritika nem el sem hangzott, nem hangzott el, nem hogy érdemben komolyan vettük volna, nem hangzott el, hogy nincs csapadék. Tehát emberek, a klíma, nem beszélünk róla, régóta mondjuk, megváltozott. Tehát most a megváltozott körülmények között próbálunk tenni, hogy legalább ami megvan, megmenthető, azt mondjuk jég ne verje el. Nagyon érdemes végig gondolni, hogy hát kinek lenne érdeke úgy beavatkozni, hogy ez ártson. Hát ha elfogadjátok, ha nem, már bocsánat, legtöbbötökkel így vagyunk, ha elfogadjátok, ha nem. Hát mennyit szenvedünk azon, hogy tudjunk segíteni, hogy egyáltalán próbáljunk enyhíteni a káron vagy kieső, ugye múlt pénteken lett bejelentve a tartósan vízhiányos állapot, mert ugye ott is kaptuk a kritikát, hogy na de hát esik az eső minek? Hát azért, mert hiányzik 150-200 mm csapadék, ennyi hiányzik a talajból. Tehát valóban mindent próbálunk minden eszközzel, hogy legyen elegendő víz, vagy legyen elegendő csapadék. Ezt mi Györfi elnök úrral nem vagyok felkent szószólója az elnök úrnak, de együtt jártuk végig ezt az egész utat, szakértőket megkérdezve, kutatókat megkérdezve, hazai nemzetközi tapasztalatokat megnézve. Ez jött ki, amit elnök úr elmondott, és talán annyi, úgy érzem, hogy annyi bizalom meg felelős viszonyulás egymáshoz van, kell, hogy legyen, hogy mi felelősen gondolkodtunk és gondolkodunk. Őrültséget eddig se, meg ezután se, gazdának kártó dolgot eddig sem, meg ezután sem. Nem kísérletezünk, hanem csak azt, ami bevált módszer. Ez biztos, hogy én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltam 8 évig képviselő.
tudom, hogy mit szenvedtek az emberek a gyümölcsösökkel, mikor egy év termése oda lett egyetlen jégveréssel. Érdekes módon azóta valahogy komoly jégkártétel nem volt. Tehát nyilván azon vagyunk, hogy még korszerűbb legyen a rendszer, még jobban kezelhető legyen, és nyilván, ha felvetődik kérdés, érdemben leülünk, megbeszéljük, nyilván sokkal egyszerűbb lesz egymást meg is érteni. Ismerem a térséget, egyik barátom Püspökladányba gazdálkodik. Nézzük a sárétot, hogy néz ki. Tudjuk, hogy rengeteg munkánk van, de ez a rendszer azért nem felelős, ami most van, mert megváltozott a klíma. Akarjuk, nem akarjuk. Sajnos ez az igazság. És ezt most számtalan más dologban is kell, tehát a különböző szárazságtűrő fajtáktól a technológiaváltásig mindent. De legalább az egy eszköz, ami ne verje el legalább azt a termést, ami megtermett. Mi ezen voltunk, vagyunk és leszünk is. Köszönöm szépen. Fizetési kötelezettsége az ingyen vízért a nemzeti parkoknak. Mert ki van szállítva a feketeré, a bőgőlapos, az egyekieknél, mert ott is gazdálkodok. Csattak. A csattak, mindenki van szállítva. És ezzel a TRV ZRT-nél biztos, hogy érdekeket fog sérteni, most én ezt elmondom, de valakinek az érdekében van ez a szerződés megkötve. Nem kellene, hogy ez legyen. Nagy Ivánon betartsa a vízid a vizet, és hogy embernek a föld után nem tud elmenni a föld úton, és kénytelen a víz, hogy elengedni a vizet. Most nem akarok mutatni senkire se, de tudja, hogy kirű van szó, akirű szól. És el kell, hogy engedjük a vizet, a vízünk. Elengedi, és kész. Nem? Tudja mindenki, akiről van szó. És nem így kéne működni a rendszernek, hanem hogyha azt mondja a kamarai megállapodás, hogy tartsuk fel a csatornától a vizet, de ki van adva az összes vízügynek, tudomásom szerint, akkor annak működnie kéne, hogy akkor nem elengedjük, mert egy ember betelefonál és szívja a vízügyes, mint a bolond ember. Ennyi. Én ezt szerettem volna elmondani, hogy ezeket a dolgokat, hogy tegyünk tisztába, hogy ezek működjenek, hogy ne tízes a nemzeti park életre. Ezért az ökológiai vízért. Hogy legalább így tudjunk el ezügyben, hogy mindent be tudjunk tárolni. Köti vízig, kettes mellék, hármas mellék, nyugodtan lehetne betölteni. Nem igaz, hogy elszivárok, majd szivárok egy darabig, ameddig mennem telítődik a tavaly. Ez Szalsági Gábor is utána nézhet a igazgató úr, mert ő tud, hogy... Akkor erre már szeretnék válaszolni. Jó, mert vannak ilyen problémák a köti vízig részéről. Úgyhogy van itt egy ilyen dolog, de mondom, ez lenne a probléma. És, ja, és hozzáteszem, hogy gravitációs úton jön a víz, hisz a Vasvárinál befele a keletibe, a keletiből a nyugatiba, csak a nyugati egy szálltó a rendszerben, ki van a falvállalkozásban, vagy nem tudom, hogy értessem önökkel, és nem tud befáradni a víz. Tavaly évben kiégett a Feketerét, Kócsújfalut majdnem Piszkálta is a tűz egyik részű, ott a szélső házakon. Pontosan ezért, mert ki van szállítva minden. Nem kéne így működnie. Ott gyerekkoromban én édesapámmal gyűjtöttük a szénát, én közben horgáztam, idáig érő vízbe beleálltam és úgy horgáztam. Ez működött akkor, most miért nem tud működni? Beszéltem a parkosokkal, támogatnak benne, csak nem merik a nevüket hozzáadni, hogy az működjön, sajnos. És azt mondták felső körökben is, hogy ha el tudnánk élni ezen a gyűlésen, hogy én ezt elvetem, akkor ez nagyon jó lenne, hogy tudnánk mindig ökológiai vízként. Vagy legalább ezt az ökológiai vízen vizet, hogyha megkérjük a falat, akkor ez működhessen ingyen. Mivel hogy nem egy olyan szervezet, aki nem egy olyan szervezet a park, aki profitorientált, mint a halastó. Mert van rengeteg halastó, volt a vágy halastó, profitorientált, akik halat termelnek, vagy beholnak. Nemzeti park nem adja el a halat. Hogy nem ad el semmit, hanem a természetet, az ökológiát végig azért hozták tétre a 70-es évek elején. És akkor ennek így kéne szerintem működni, ha lehet ilyen előrelépés,
próbálnak már itt elindulni, hogy ez működhessen. Köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen a feltetés, az, hogy a tájból reagált víz kell, az természetes, viszont a szakma szabályairól, akkor Harsányi hőmérnök urat szeretném megkérni. Nagy tisztelettel köszönöm mindenkit, Harsányi Gábor vagyok a kötővízi műszaki igazgató helyettes hőmérnöke, és hát én a szomszédból nem tudok nyilatkozni, mert itt a kollega említett részben az tívizéges terület, tehát én a szomszédok nevében nem nyilatkozhatok, viszont volt néhány olyan, általános jellegű kérdés, ami ugye a válaszra természetesen érdemes. Ugye felvetődött az ökológiai vízpótlás kérdése. Ugye nálunk itt a kötővízi területén el tudom mondani, hogy az 1103 darab csatornánk 37%-a már rendelkezik olyan vízügyi engedéllyel, amiben a vízvisszatartás külön, hogy mondjam, fogalom működik. Na most ez nem azt jelenti, hogy csak a 37%-át adjuk vissza a vizet a csatornáiknak, hanem ott, ahol ez fizikailag és műszakilag is lehetséges, természetesen a parti birtokosok bevonásával, hiszen kárt senkinek nem szeretnénk mi sem okozni, még úgy sem, hogy minden csepp vizet, amit csak tudunk, visszatartunk, tehát nálunk a belvízi érkezés úgy zárul le, hogy gyakorlatilag csak a káros vizet fölőzzük le a területről, gazdálkodói érdekeknek természetesen megfelelően, és mikor már látszódik a medvesebb hidrometeorológiai periódus vége, akkor is zárható a zsilipek, zárjuk a zsilipeket maximális üzemi vízszintre emelve a csatornákat, és azt a vizet, amit már nem kell levezetni, azt ott tartjuk meg. Ugye ökológiai vízpótlás. A jogalkotó annak idején a saját maga bölcsességével ugye az ökológiai vízpótlást valahogy kiemelte a mezőgazdasági vízhasznosítások közül, pedig természetesen, ahogy elhangzott, arra legalább ugyanakkor igény van, mint mondjuk, tehát egy vizes gyepnek a létrehozására, vagy egy ilyen vizes élőhely vízpótlására, akár nemzeti parkos közreműködésre is. Ugye nekünk több ilyen közreműködésünk van, vagy együttműködésünk van, főleg a Voltavágyi Nemzeti Parkban, hiszen ők a legnagyobb érintettségek a kötőzik területén, de a Dunai-Pólyi Nemzeti Parkban is vannak ilyen vizetgyepes élőhelyes közös projektjeink a Gerje mentén, Szegléti környékén, ahol például abban az esetben nincs is mesterséges vízpótlás, csak ami jelesik, és talán ki lehet engedni a csatornából jobbra-balra, és egy különböző számukra értékes területeket tudunk ezáltal előteni, hogy ezeket megpróbáljuk végrehajtani. Ugye, mint gondoltam, azt kivette az ökológiai vízpótlást, a jogalkotó annak idején a térítésmentesen kezelhető vízhasznosítások közül, és a térítések között hagyta. Azt, hogy ezt ki milyen rugalmasság szerint értelmezi ezt a feladatot, hogy ennek a végrehajtását, ez természetesen eltérő lehet, házon belül is, viszont a tartósabb vízhiányos időszak kihirdetése, az gyakorlatilag minden nemű vízhasználatra vonatkozik, ideértve az ökológiai vízpótlást is. Hiszen a vízhiányos időszak egyik, a vízhiány kárárhárítás védekezés egyik legfontosabb dolga, az, hogy nem elsősorban az öntözőség segítése, hanem az, hogy minden ilyen helyen, ahol ezeket a vizeket meg lehet tartani, oda lehet vezetni, még akár szivattyúzat is átemelve, csatornába lehet. És ebben szerintem Imre bácsi tud engem a legjobban megerősíteni, hiszen a karceli területen nem egyszer végeztük már olyat, hogy kivonultunk traktorral és szivattyúztunk annak érdekében, hogy a csatornákban ökológiai vizet lehessen teremteni, mondjuk a hordtelepülőkön kívánság szivattyúzni vízmennyiséget annak érdekében, hogy ezek a csatornák feladatok legyenek. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy a tartósan vízhiányos időszak elrendelése sem mindenre gyógyír, viszont nagyon nagy segítség a vízügyi igazgatóság számára, hogy ezekkel a lehetőségekkel tudjanak, és okszerűen. Nem tudom, hogy sikerült-e mindenre válaszolnom, vagy még van esetleg. Akkor én, hogyha nincs, akkor tovább. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm előadóinknak, hogy különösen Györfi elnök úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt, és ilyen mérehatóan ismertette a rendszer üzemeltetési gyakorlatát és a jövőbeni fejlesztési lehetőségeket. A kormányzat elrendelte a tartósan vízhiányos állapotot, jobban mondva a Pintér Sándor belügyminiszter úr, Dottor Nagy István miniszter úr kezdeményezésére és az Agrárkamara, valamint a Magosz kezdeményezésére elrendelte a tartósan vízhiányos állapotot, tehát mostantól az öntözővíz térítés mentesen jut el a gazdálkodókhoz, ezzel segítve azoknak a munkát, akik tudnak öntözni, és ezzel értéket teremteni, értéket menteni. Nyitva állnak az öntözésfejlesztési pályázatok, nyitva állnak azok az együttműködési lehetőségek, amiben a Vármegye mindig is erős volt, és bízom benne, hogy ezután is mi leszünk a legerősebbek.
hiszen a legtöbb öntözési közösség itt alakult, és bízom abban, hogy ez folytatódni fog ez a munka. És megköszönve elnök úrnak, alelnök úrnak, hogy ránk szánták az időt, a gazdák úrnak pedig, hogy ránk szánták a figyelmet, a türelmet, és eljöttek a jobbító szándékú javaslatokkal és észrevételekkel segítették a döntéshozók munkáját. Én azt gondolom, hogy a rendezvény elérte a célját. Megyünk tovább, a megye öntözésfejlesztési konferencia sorozata, amikor a harmadik eleméhez ér, akkor szeretnék bejelenteni egy olyan kezdeményezést, ami többek között az elnök úr által felvetített, mi úgy hívjuk, hogy a Kárpát-medence Pocsolya térképe, tehát a folyamszabályozások előtti állapot részbeni helyreállítása ott, ahol lehetséges, az Őstisza program, az Ősdrávához hasonló kezdeményezés, amit szeretnénk fölkarolni, szeretnénk a Kötivíziget és minden olyan vízügyi igazgatóságot segíteni, aki ebben érdekelt, és a még működtethető holtágakat, a még üzemeltethető csatornákat, ahol nincs útvonalak létesítése, új vízellátó útvonalak létesítésével elérni azt, hogy több víz kerüljön a tájba. A Tisza vízgyűjtő terület, amin mi is tartózkodunk, nagyjából 156 000 négyzetkilométer, ennek a 3%-án, tehát egy 3-4-5000 négyzetkilométer, ha lehetséges, ekkora területen tartanánk vissza a Tisza vízkészletéből, és nyilván ez a mellékfolyókra, a Drávára, a Szávára, a Körösökre, a Marosra is igaz. Ekkora területen tartanánk vissza vizet, és szivárogtatnánk a talajba, hogy a talajvíz készleteket tudjuk pótolni, ezáltal a kapillárisokon keresztül a termőterületekre eljuthasson, és a talajban tárolva rendelkezésre álljon akár a nagy nyári hőség idején, ott is, ahol esetleg nem tudnak öntözni a gazdálkodók. Tehát mindenkinek köszönöm a figyelmét, köszönöm az építőjellegű hozzászólásokat, és alelnök úrnak, elnök úrnak megköszönve a részvételt, el kell, hogy engedjük őket, mert a Kárpát-medencei Falugazdász Fórum perceken belül elkezdődik Tokajban, és rájuk ott is számítanak, és köszönjük, hogy jársz nekünk Szolnok vármegyére, és ebből is a tiszafüredi járás gazdálkodóira, még ha egyet még, ma még nem is oda tartozik, de bízunk benne, hogy hamarosan akár annettálhatjuk is, mert gondolom, hogy szívesen jönnének ilyen aktív gazdaköri életet, szívesen támogatnának az egyeki gazdatársak is annak érdekében, hogy mindenkinek jó legyen egymás mellett gazdálkodni. De még egyszer köszönöm szépen a részvételt, a további munkához is. Györfi elnök úrnak pedig az Európa Parlamenti kihívásokhoz nagyon sok erőt, egészséget kívánunk innen is. Thank you.